Pályázott útján került a DVTK-hoz sportpszichológusként, már a labdarúgók új vezetőezője Egervári Sándor is kiemelte a szerepét a fellendülésben. Csapatépítő tréningre is vezényli az nb egy 9. helyen álló társulatot, olykor bizalmi játékokat is használ. A Diósgyőriek utolsó pillanatos meccs fordulatait is megbeszéljük mindjárt Csáki Dorottyával. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt e, szakmai kihívás ez a DVTK labdarúgóit így lelkileg karban tartani, vagy rendben tartani, vagy javítani? Természetesen ez egy óriási kihívás. Minden héten újabb és újabb elvárásokkal szembesülnek a focistáink, ami természetesen nagy nyomás alatt tartja őket. Az én feladatom, feladatom az, hogy segítsem őket ebben, hogy minél jobban megbirkózzanak ezekkel a kihívásokkal, és hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Na most te is nagy nyomás alá helyezed őket, vagy éppenséggel a nagy nyomást akarod csökkenteni? Én inkább azt mondom, hogy az utóbbi az én feladatom. Természetesen az egyes foglalkozások során megvan ugyanúgy az adott helyzetben a kihívás, ami nyomást is helyezhet rájuk. A lényeg az, hogy abban a helyzetben ezt megoldják, megbirkózzanak vele, és ez a garancia arra, hogy a pályán is jobban fog ez sikerülni. Na most, amikor vannak nagy kudarcok, vagy vannak nagy sikerek, akkor néha a közvélemény előtt feltűnik a háttérben dolgozó stábból néhány ember, például a sportpszichológus az esetetben. Azért is felfigyelhettünk arra, mert Egervári Sándor már mondta a honvédelmi győzelemből, azt mondta, hogy te is kivetted a részed. Mióta foglalkozol velük, és a mester mire gondolhatott tehát igazából, te mit érzel eddig sikernek, ha úgy érezted, hogy igen, letettem alatt az asztalra valami javult? Munkaidőm nagy részét az utánpótlás korosztályokkal való foglalkozást tölti ki. A felnőtt csapattal csak később kezdtem el foglalkozni, konkrétan intenzívebben szeptember óta foglalkozom velük. Megtisztelő volt, hogy Egervári Sándor megemlített egy cikkben, de valójában a Patrik érdeme a gólok. Mindent ittkal természetes. természetesen. Ja jó, hát persze nem te a gólokat. Hogy képzeljük ezt el, a sztereotípiákról is szó egy kicsit, ugye a, a futball világában szokatlan még sokszor a nők részvétele, jelenléte, ugye a Cselzinél, az a bizonyos doktornő az azért erre erősen rájönhetett a figyelmet. Hogyan bánsz te fiatal szakemberként ezekkel a srácokkal? Úgy érzem, hogy nincs, nem vagyok különösképpen megkülönböztetve, teljesen befogadtak, befogadtak, tisztelettel bánnak velem, ez kölcsönös, és egy nagyon nyitott közösségbe érkeztem, nagyon együttműködőek, segítőkészek a kollégáim, tehát nem érzem úgy, hogy valamiben is esetleg hátrány szenvednék. Van magyarázatod? Azt mondod, őszóta foglalkozol a fiúkkal, van magyarázatod a különféle válsághelyzetekre, megtorpanásokra, szóval mi, mi az, amit honnan hova kellett eljutni egyelőre ezzel a csapattal és most a lélektani részét nézzük, nyilván uh -huh. nem az, hogy taktikailag hogy kell felépíteni és milyen edzőt kell hívni. Hát igen, természetesen ennek a megválaszolása valójában az akkori vezetőedző feladata. Én ha mentális oldalról próbálom megközelíteni és kitérünk esetleg a koncentráció ingadozásaira, ugyebár ezek a foci velejárói. tehát természetes, hogy a fél idő előtti pár perc, a meccs utolsó perc és a hosszabbítás. Na azok... igen, bocsánat, hogy közben, állok, hát pontosan erről van szó, hiszen ugye két emlékezetes meccse is volt ilyen szempontból a társaságnak a videó talán az utolsó két percben kapott gólal kapott ki. Az Újpest meg pont fordítva történt. Azt mondhatjuk, hogy ilyen helyzetekben az utolsó pillanatos góloknál kifejezetten léletani oka van az eredmény alakulásának, igaz? Határozottan ezt nem állíthatjuk. Jó, nyilván az, amikor elbikáznak egy labdát, és lepattan, van, de és véletlenül bekerül, de, de hogyha nem erről van szó, akkor azért ezt állíthatjuk, igaz? Hát ha nagyon kiszeretnénk magyarázni, megközelíthetjük így is. Uh -huh. Tehát akkor leginkább ingadozó a koncentráció, még a 99%-osan koncentrális valaki, akkor is megvan a hiba lehetősége, de szerencsére ez fejleszthető, és ez is ezen dolgozik a csapat a játékosok, hogy ez minél jobban működjön. Tehát ugyanúgy, hogy a helyzetkihasználás, ugyanúgy a, a gól elhárításnak a titka nyilvánvalóan az utolsó pillanatig tartó koncentráció. Erre neked megvannak a megfelelő gyakorlataid a srácokkal, igaz? Vannak rá gyakorlatok, amelyeket lehet alkalmazni. Tehát azok a, azok a, lelki mentális tréningek, amivel, ezt megpróbálod. Egyébként, amikor mert ugye közösségként is kezeled őket, mm -hmm. nem csak egyenként. Amikor mondjuk megpróbáljátok feltárni egy-egy mérkőzés után, ha nem sikerült valami, a, hogy mi az oka annak, akkor a kudarcoknál te minek vagy egyéb, vagy meg kell nevezni a felelőst, ha amennyiben van felelős? Mm -hmm. Mert e ez szokott lenni, hogy jaj, hát az egész csapat felel érte, jaj, hát nem emelnék ki senkit, mert mindenki nagyon jó volt, vagy rossz volt, szóval, de például neked a háttérben hogy néz ki ez a rész? Mm -hmm. A felelősök megnevezése nem az én feladatom. Ebben, amit most konkrétan említettél, inkább a vezetőedző vállal szerepet, nekem itt jelenleg nincsen olyan nagy feladatom. Uh -huh. a részben. Most olyan helyzetre gondolok, amikor kifejezetten azt látod, hogy valaki nem tud koncentrálni, vagy valaki mentálisan nem nő fel egy adott helyzethez, és ezzel persze há hátráltatja a többieket. Uh -huh. Természetesen itt a játékos, hogyha felismeri, hogy rajta múlik, nála hiányzik valami, akkor az megkeres, uh -huh. illetve történhet ez úgy van is. Van ilyen eset. Leggyakrabban, igen, uh -huh. van ilyen eset, eset is amikor a vezető edző kéri, hogy konkrétan beszéljek valakivel egy vagy több játékossal akár, és akkor ezt így próbáljuk közösen megoldani. Na ez nagyon érdekes, Egervári Sándorról van e, szó e, most, és ugye általában az idősebb trénereknél gyakran szokott elhangzani, vagy részükről, én már hallottam sok ilyet, hogy hát én elég jó pedagógus vagyok, nem kellenek ezek a hókuszpókuszok, persze nagyon jó, hogy van ilyen, hogy pszichomókusok, meg mit tudom én, de majd, majd én nem megoldom ezt a helyzetet. És ráadásul ugye a volt szövetségkapitány annak idején a válogatottnál is mindig kiemelte, hogy ő egy pedagógus és nagyon fontos közösségépítőnek tartja magát, lélektani részét érti és ismeri. Most ehhez képest akkor itt hogy viszonyul a te szakmádhoz? Tehát örül a segítségnek? Kifejezetten örül neki. Egervári Sándor nagyon fiatalos gondolkodású és nagyon nyitott szakember, tisztában van azzal, hogy profi szinten már akkora tudásanyag halmozódik fel, hogy egy ember nem tudhat mindent. És pontosan ezért a koordinája, a körülötte lévő szakmai stáb munkáját, <laughs> megbízik bennünk, kikírja a javaslatainkat. Tehát nagyon pozitívan áll az én szakmámhoz is. <laughs> Neked milyen feladatokat ad, mert hogyha itt utaltam arra, hogy van olyan, hogy, hogy közösségépítés, meg, meg vannak mindenféle feladatok, meg elvezénylitek a társaságot, akkor akkor ez alapvetően te ötleted, vagy ő mondja azt, hogy nyugodtan is meg magad, és akkor szálljunk ki a futballpályáról, és csináljunk még más érdekes mm -hmm. dolgokat is. Többnyire az ő felvetése, tehát konkrétan <coughs> hétről-hétre megbeszéljük, hogy egy, vagy több, vagy hány játékossal kell beszélnem, csapatos foglalkozás legyene, illetve, mint említettem, nyitott a javaslatokra, az újdonságokra, tehát tényleg, Közösen tesszük össze ezeket az ötleteket is. Egy csapatépítő tréning az mire jó? Mármint, hogy ami nem a pályán zajlik? Uh -huh. Hát elsősorban a csapat kohéziójának elősegítése, a célja ennek növelése. Tehát tudjuk, hogy a tudáson és a játékosok képességein túl fontos az is, hogy jó kapcsolat legyen a játékosok között. Ha ez a kettő együtt megvan, csak akkor van lehetőség a csúcs teljesítményre. A, ezek a magyar futbalisták, ez Diós Győri futbalisták jelesül, ezek hogy állnak az ilyen futbaltól távoli ötletekhez? Uh -huh. Az biztos, hogy el kell találni, hogy mi az, ami tetszik nekik. Szerintem a kezdetben, főleg akiknek ismeretlen volt ez, ott volt egy kisebb ellenállás de egyre inkább látják, hogy ez mire jó. Ma meg ma azt mondják, játékok. hogy ne tartsunk a focihez, és menjünk <laughs> sziklát mászni. <gül> <gül> Volt ilyen felvetés is, igazából egyre jobban nyitottak rá, nagyon-nagyon együttműködőek. Na most, hogyha már mondtad, hogy a, arra bizonyos mérkőzésre, hogy ahol Bacsa Patrik két gólya döntött, hogy ez az ő érdeme is, nem a tiéd, de azért mitől tátosodik meg mondjuk egy alapdarúgó, mm. hogyha... Egy jó mentális felkészítés van mögötte. Hát igen, ez jó kérdés. <laughs> <laughs> Merem remélni, de. hogy um, hasznosnak bizonyult ez a beszélgetés, ami Patrikkal uh, történt. Ugyanakkor, vagy csak kiváló képességei vannak és tehetsége, illetve az edzői bizalom, amit kapott, az, az vezette őt a sikerhez. És ne felejtsük el, hogy a második gól egy csapatszintű letámadás adta a helyzetet számára. Tehát, hogy együttműködés is volt, a csapatnak is köszönhető. Azt mondanak végül, hogy jelente az különleges feladatot nálad a mentális felkészítésnél, hogy milyen a közeg. Na most Diózsi tudjuk, nagyon lelkes és szenvedélyes a szurkolótábor. Ez a szurkolótábor, ez nyomást is helyez a, a játékosokra, kritikus is, és ez a kritika ez az adott esetben elkíséri a meccs alatt is, meg a meccsen kívül is, a pályán kívül is a játékosokat. Mm. A szurkolótából sokszor nagy segítség a játékosoknak. Hát de pontokon... is a fiúkat, nem? Igen, sokszor átjuttatják őket, de ugyanakkor frusztráció is. Én úgy figyeltem meg, hogy a játékosok tisztában vannak vele, hogy egyénileg meddig engedhetik ezt be, mikor nyithatják úgymond ki kicsit a figyelmüket, is beengedik, mikor szűkítik le, mikor csak egy dologra koncentrálhatnak. Tehát ezt jól tudják kezelni. Egy sportpszichológus egy ilyen helyzetben, mondjuk egy klubnál, ő a felelős azért a munkáért, mennyire involválódhat, mennyire ragadhatja magával érzelmileg az, hogy ide tartozik, hogy része a társaságnak, hogy szurkol nekik, hol kell meghúznod a határt, amikor neked hiába végül is kivülállónak kell maradnod. Nem barátkozhatsz azért egy szinten túl a játékosokkal, nem lehetsz szubjektív, mert egyszerűen a feladatod lényege nem azt kívánja. Pontosan ezeket jól össze is foglaltad. tehát, hogy a határok tartása egyrészt nagyon fontos, hogy nem a játékosok barátja vagyok, hanem segítője, aki kiviláróként próbál a rájuk nézni. <laughs> Akár talán így is mondhatjuk. De a csak alkalmával is én figyelem őket valójában, ahogyan működnek, ahogy egyénileg viselkednek, amellett, hogy szurkolok nekik és, és elvezem, amit csinálnak. No, szóval nem jönnek kellemetlen meglepetések? Nem vagyok jós nő, és ugye bár minden csapatnál előfordulhatnak öm, problémák. Hullámhegyek, hullámvölgyek, ezek így váltják egymást teljesen természetesen. Mi azon leszünk, hogy a tavaszi hajrá minél jobban sikerüljön, és hogy eredményesek lehessünk. Hát jó munkát hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást.